A mai témánk a szabadság. Mit mondtak magyar költők a szabadságról? A vezérfonalunk a Világszem című gyűjtemény két kötetéből, a második kötetnek az első része, amelynek a témája, az legelső témája a magyar költőknek a szabadságról írott legnagyobb versei, és ezekből egy kis ízelítőt mellékeltem ezen a szórólapon, amit remélem mindenki megkapott. Ez ingyenes, csak úgy, mint a sorozatunknak a szórólapja, amelyen decemberig itt vannak a témáink. Tehát szó lesz a következő hónapban az igazságról, decemberben pedig a szeretetről. Három nagy témát fogunk sorra keríteni. Hát a szabadság valóban a legeslegnagyobb téma, a tíz parancsolat is ezzel kezdődik. Ismernénk a tíz parancsolatot. Jó sorsom összehozott egy erdélyi lelkésszel, református lelkész, aki 34 éve járom az országot, egyedül tudta elmondani a tíz parancsolatot, ahol megkérdeztem, hogy netán tegyünk egy próbát, ki tudja elmondani a tíz parancsolatot. Már az első parancsolatnál probléma volt. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgaság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Az első parancsolat a szabadságnak és a szabadításnak a parancsolata. Ennyire alapvető, hogy a tíz parancsolat se a szeretettel kezdi, vagy az igazsággal kezdi, hanem rögtön az első parancsolat, aki én-te viszonyba akar lenni az emberrel, az úgy mutatkozik be, hogy ő a szabadságnak és a szabadításnak, a felszabadításnak az Istene. Hát mennyire fontos nekünk ez, hiszen mi magunkat, magyarokat a szabadság népének nevezzük. Amit régen, most nem tudom, hogy minden magyar gyereknek ismerni kell, hogy himnusz, szózat, nemzeti dal, ha visszatetszenek pörgetni így az emlékezetbe, hát ebben mind a három nagy magyar költeményben nemhogy hangsúlyos, talán a leghangsúlyosabb rész a szabadságra esik. Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat. És elhultanak legjobbjaink a hosszú harcat. Hosszú harc a magyarság történelmében a szabadság. Mondja Vörös Marti ugye a szózatban. S ah, szabadság nem virul a holtnak véréből. Kínzó rabság könnye hull árvák hőszeméből. Nem tudom, hogy meggondoltuk-e a himnusznak ezt a sorát, hogy miért mondja ezt Kölcsei Vörös Marti előtt egy majdnem másfél évtizeddel, hogy a szabadság nem virul a holtnak véréből. Mert hiába adták sokan az életüket a szabadságért, ha a megújuló nemzedékek sorában egy újabb nemzedék nem fejezi ki mindig a tisztességes és oldhatatlan vágyát a szabadságra, akkor szabadságra emlékezni, meg szabadságot felidézni, ahogy most is egyébként, hát ilyen ünnepen vagyunk, meddő dolog visszaemlékezni 56-ra vagy 48-49-re úgy, hogy hát valamikor küzdöttek. Valamikor valaki kimondta, hogy rabok legyünk vagy szabadok. Ez a kérdés választhatok. Na ezt a három részet talán mindenki ismer. Ugye mindenki most, amit idéztem, azt mondta, jó, hát ezt tudom. Akkor hadd ajánljak még kettőt. Mert az biztos, hogy Kölcsei is, Vörös Marti is, Petőfi alapvető szempontból érintette meg a szabadság kérdését. De ki volt az a magyar költő, aki azt mondta, hogy, mármint a magyarokról, hogy uralkodást magán nem tűr, s szabadságra érdemetlen. Ezt nem szoktuk idézni olyan sokat, ugye? Uralkodást magán nem tűr, ha nyakunkon van valaki, akkor mennél gyorsabban lerázni az igát, de amikor jön a szabadság, amikor beköszönt valami viszonylagos a kis népeket megillető, hát az nem olyan szabadság azért, mint a nagy népek szabadsága. Uralkodást magán nem tűr, s szabadságra érdemetlen. Csak magamban sírom sorsod, vérem népe, magyar népem. Sátorsarkon bort nyakalva, koldusvásár közepében. Már menőben búsvilággá, fáradt lábbal útra készen. Na így kezdődik ez a vers. Ki ez? Adi Endre. Adi Endrének nem a legnagyobb, a legeslegnagyobb verse ez.
Adival sok félreértés esik meg, de hogyha Adit valaki meg akarja szeretni, mint hogy általában minden magyar költőt meg költőt meg akarunk szeretni, akkor a legnagyobb verseinél kell kezdenünk az ismerkedést. Sípja régi babonának. Ez az Adi vers címe. Sípja régi babonának. Tessenek elkezdeni itt bemenni Adinak a világába. De javasolhatnék egy ötödik részletet is. Szabadság csillaga volt hajdan a magyar. De most már azt se tudja, hogy mit akar. Talány zaja csöndje, s úgy támolyog az idők sikátorán, mint átvezetett rab a fogház udvarán, börtönből börtönbe. Ez kicsoda? Nem vizsgáztatásért mondom, nem azért, hogy most találjuk ki, nem találós kérdés, csak tetszik érezni, hogy mennyire fajsúlyos nagy gondolatok ezek. Szabadság csillaga volt hajdan a magyar. Hát egy olyan költő írta, aki hadilábon állt Petőfivel, már pedig Petőfi azért csak a legnagyobb költőnk, aki a szabadságról énekelt, hadilábon állt Petőfivel, de amikor jött a Petőfi évforduló 1923-ban, akkor abban a versében ezt is elhelyezte, hogy szabadság csillaga volt hajdan a magyar, de most már azt se tudja, hogy mit akar. Talány zaja csöndjes, úgy támolyog az idők sikátorán, mint átvezetett rab a fogház udvarán, börtönből börtönbe. Ez Babits Mihály Petőfi koszorúi. Nagyon nagy vers ez is. Mint tetszenek látni, a szabadságról szóló művek nagy része azért a költészetünkben Petőfihez köthető. Nagy verset írt a maga korában Kölcse is a versenek címe Szabadsághoz, ezeket beválogattam azért kegyeleti okokból. Ugye egy Kölcse ír egy verset a Szabadsághoz címmel, akkor az beválogatja az ember. De ebbe a részben legalább 5-6 Petőfi vers fordul elő, és az biztos, hogy a magyar költészet legnagyobb énekese, aki a legmélyebben és a legsokoldalúbban mutatta be, hogy mi az, hogy szabadság. Egyáltalán nem csak, hogy politikai szabadság, vagy társadalmi szabadság. A szabadságot a maga összetettségében. Ha leírjuk, hogy a magyar költészet hányféleképpen beszél a szabadságról, legalább egy tucatnyi szempont szerint beszél. Most nem akarom önöket ezzel fárasztani, de néhány nagyon nagy verset, illetve vers részletet föl fogok idézni. Olyanokkal kezdeném, amit mindannyian átélhetünk. Például, mikor érzi magát legszabadabbnak az ember? Hát nem a gyerekkorában, meg az ifjúkorában? Nem azt mondjuk, hogy hát a gyerek szabadságra vágyik, ugye a gyerek valami féktelen, valami partalan szabadságra engedik is sajnos, ami elég rossz, hogy engedik ezt a féktelen szabadságot az ifjabb nemzedékek életében. Na de ott van az embernek a zsigereiben ott van, hogy nem szeret megkötözve élni, nem szeret rabságban élni. Az ember tényleg öntudatlanul is szeretne szabadon élni. Két csodálatos sort hadd idézzek az ifjúkor szabadságára. Az egész vers itt van a negyedik oldalon, de én csak azt a sort idézem, hogy ifjúságom e zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek. Ez az egész világirodalomban a legszebb vallomásnak tartom a szabadságról, amit itt József Attila elmondta, talán eltűnök hirtelen, egyik legutolsó, ugye három verset találtak a zsebében, ott Balatonszárszón, ez volt az egyik, talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vagyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Döbbenetes nagy vers. És ennek a végső strófája kezdődik úgy, hogy ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek. Két dolgot emel ki, a szabadságot és az öröklétet. És a kettőt egymás mellé teszi. És minthogyha azt mondaná, hogy embernek lenni az ennyit jelent, hogy szabadon élni és örökké élni. Ha mi emberek vagyunk, gondolkodó emberek, akkor biztos, hogy az életben többször is rágondoltunk erre, hogy milyen jó lenne egy igazi szabad élet, de ami nem múlik el, amit nem gázolnak le, amit nem folytanak vérbe, se az enyémét, se a nemzetemét, szabadnak hittem és öröknek. A szabadság és az öröklét. Csodálatos dolog.
Többször van így a gondolataimban, hogy járok kelek, hogy József Attila 32 éves korában, amikor hát szinte még fiatal volt, tehát néhány nap választja már, 37 novemberében írta, és december elején ő már halott volt. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek. Vagy másik ilyen témát könnyen átélhetünk, hogy sokszor a költőinket megbabonázta, hogy vannak emberek, akik olyan szabadon élnek, nem csinálnak problémát, semmiből jönnek, mennek, sőt népcsoportok is vannak, sőt itt köztünk is van egy ilyen népcsoport, ami olyan szabad, ez a cigányság. Zörg az ág, és zúg a szél, cigányasszony útra kél, feje piros keszkenős, zsírhaján a röszkenőcs, lepedőbe köti bugyrát, úgy viszi a pereputját, hátiószág, pereputy, pici rajkó, jól aludj, mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te néked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Hát nem ez az igazi, mindenütt csak kék az ég. Hogy nincs hazád, hogy se apád, se anyád, se országod, se hazád. Babit cigánydal, amit Fogarason írt 1908-ban, mert Fogarasra helyezték Babicsot büntetésből, jó messze a Monarchia délkeleti csücskébe, ott aztán annyi románnal és cigánnyal találkozott, amennyivel csak akart, de elbűvölte őt a cigányságnak az élet, hogy micsoda szabad nép, hát azt csinál, amit akar. Na, ilyen mozzanatokból sokat tudnék önöknek idézni, de nem húzom ezekkel az időt, hanem a főcsapásra szeretnék térni. És a főcsapás, mint említettem, Petőfi. A világirodalomban ma a legismertebb költő a magyar Petőfi Sándor, Kína jóvoltából. Kínában ugye 17 Petőfi verset kell tudni, említettem, de az első helyre sorolt Petőfi vers a Szabadság szerelem. Ezt a verset Petőfi 1847-ben írta január 1-én. Itt hadd emlékezzem meg Petőfi kedves szokásáról, nagyon sok kedves szokása volt, néhány nagyon jó szokását hadd említsem fel, mivel ő akkor ünnepelte a születésnapját, ezért minden születésnapjára egy verssel köszöntötte önmagát. Minden évben, 7 évig tartott az ő itt léte a magyar költészet porondján, minden év január 1-én írt magának egy programverset, hogy ettől az évtől mit vár. Hát most születtem, hát persze, mit várok ettől az évtől. És minden év végén, december 31-én megírt egy összegző verset, hogy mit hozott ez az év. Ezt mindenkinek szeretném ajánlani, nagyon jó szokás, nem? Hogy nézzem meg, hogy most mit várok ettől az évtől, és nézek visszafelé, és hogy mit hozott ez az év. Másik jó szokása volt Petőfinek, hogy minden vers sorát nagy betűvel kezdte. Tetszik tudni, hogy ez mit jelent? Ez nem modorosság a Petőfi részéről. Vagy nem olyan, hogy ma a költők már központozást nem csinálnak, már nagy betű, hát az már egy ódiva tudok. Nem. Azért kezdte nagy betűvel minden sorát. Tehát nem versszakot, hanem minden sorát nagy betűvel kezdte, mert ő szentnek tartotta a költészetet. Ő azt gondolta, hogy micsoda hatalmas kiváltság, hogy egy ember szólhat a másikhoz, a másik talán meg is fogja hallgatni, talán ha értelmes dolgot mond, akkor meg is fogja fogadni, ne talán még úgy is fog élni. Hát ennél nagyobb dolog van. Petőfit nagyon ráhibázott. 3. Petőfi minden versét datálta. Petőfiről ugye nem csak az Endrődi Sándor Petőfi napja jóta tudunk, mint ugye a Tolsztojról mondjuk 20 kötetbe írta meg a titkára, hogy minden nap mit csinált, ugye a Goethéről az Eckermann azért fizette Goethe, hogy még a beszélgetései közben még a félmondatokat is följegyezze, mert annyira értékes, különben igaza volt, mert az Eckermann beszélgetések a Goethe életmű egyik nagyon fontos része. De Petőfiről mi pontosan tudjuk, például a halálához vezető úton a minden napra el tudunk számolni, külön köteteket adtak ki, például, hogy Petőfi Erdélyben, és mind még azt is tudjuk, hogy melyik vendégkoadóban milyen vacsorát evett, meg mi mindent tudunk róla. Na de a legfontosabb dolog, hogy mit írt 1847. január 1-én? Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet. Szabadságért föláldozom szerelmemet. Húha, nem tudom, beletetszettek ebbe gondolni? Az áldozatban, ki mit áldoz, miért? A szabadságért föláldozni még a szerelmet is?
Talán említettem már itt is, hogy ellenőrizni akartam ezt a verssort, és tavaly a zenei, egyik zenei táboron összehozott jósorsom egy kínai muzsikussal, és leírattam vele, hogy ez kínaiul hogy hangzik. Ugye ez 6 sor magyarul, ez a szabadságszerelem, 6 sor, és leírta nekem kínai betűkkel, és ott 2 sor volt. Hát mondom, ez hogyan mondom, akkor fordíts vissza, hogy mi van itt ebben. Azt mondja, hát mi ezt így fordítjuk, hogy 2 nagy dolog van az életben, a szabadság és a szerelem, de a szabadság a nagyobb. Mondom, lényegileg igaz, hát így van, hát mindegy, hogy seritmus, serif, semmi, mindegy, tehát vegyük a szívét, máját, vesét úgy, ahogy van, nem kell itt csontozat, bőr, meg egyéb más, hát nem kell a gyereket annyira felöltözni, így van. De meggondoltuk, a szabadság ér mindent. Itt hívom fel a figyelmüket arra, hogy mivel Petőfi olyan sokat gondolkozott erről az óriási kérdésről, a világtörténelem legnagyobb problémáját fejezte ki ebben a 2 versben, ami most az önök kezében van. Ez a 2 vers, ugye látjuk, hogy 1847. január, tehát az előbbi után pár héttel íródott. Neked nincs, Anikó? Akkor vegyél. Szólistának is jár. Köszönöm. Tehát nézzük meg. Petőfi Sándor, a kutyák dala. Süvölt az ivatar a felhős ég alatt, a tél ikerfia eső és hó szakad. Mi gondunk rá, milyenk a konyha szöglete, kegyelmes jó urunk helyheztetett ide, s gondunk ételre sincs, ha gazdánk jól lakék, marad még asztalán, s milyenk a maradék. Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj, no de ebcson befor. S haragmúltán urunk ismét magához int, s mi nyaljuk boldogan kegyelmes lábait. Ez a kutyák dala. Nézzük a farkasok dalát. Süvölt az ivatar a felhős ég alatt, a tél ikerfia eső és hó szakad. Kietlen pusztaság ez, amelyben lakunk, nincs egy bokor sehol, meghúzhatnók magunk. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül, e kettős üldözőn kínosz kegyetlenül, s amott a harmadik, a töltött fegyverek, a fehér hóra le piros vérünk csepeg. Fázunk és éhezünk, s átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Kedves hallgatók, ez a nem az egyes emberi életnek, az egész emberi létezésnek és az egész világtörténelmnek a legnagyobb problémája. Hadd mondjam ki ezt prózában. Ha mindenkinek szabadságot biztosítanak, a nagy tömegek rosszul használják ki a szabadságot, mert a legnagyobb félreértés a szabadságot illetően az, hogy az a szabad, aki azt csinál, amit akar. De ez a legnagyobb félreértés, a legnagyobb téveszme, hogy az a szabad, aki azt csinál, amit akar, ettől egy lépés, hogy az a szabad, aki a rosszat kipróbálhatja. Tehát a szabadság nem más, mint a rossz kipróbálásának a lehetősége. Ha tehát szabadságot adunk mindenkinek, akkor az élet elrosszul. Ha meg nem adunk szabadságot, és ráerőltetik az emberekre a jót, mindegy, hogy honnan, balról, jobbról, fölülről, alul, mindegy, teljesen mindegy. Hát akkor viszont, amit az emberek nem örömmel tesznek, nem meggyőződésből tesznek, hanem kényszerhatás alatt tesznek, annak van értéke? Ebben a 2 mondatban összefoglaltam, hogy az emberi létezés itt a Földön megoldhatatlan. Az emberi létezés itt a Földön megoldhatatlan. Vagy az egyik végletbe fog csapódni, mondjuk a diktatúra végletébe, vagy a másik végletbe fog csapódni az anarhiához húzó sok minden rendszer végletébe, de igaz az, amikor valaki erre azt mondta, hogy az én országom nem a világból való. Mert itt, ebben a világban nem lehet felállítani a tisztes szabadság, a tökéletes igazság és boldogság hazáját, emiatt, mert ha mindenki szabadságot kap, akkor az emberek nagy részben, 99%-ban rosszra használják a szabadságot, ha meg nem kap szabadságot, akkor pedig a képmutatásnak, a
különböző hazugságoknak olyan televénye nyílik meg, ami ugyanolyan borzasztó. Próbáltak az emberiség gondolkodói ezen úrrá lenni, például Széchenyi István, hogy csak ilyen neveket említsek, tavaly előtt kellett válogatnom egy Széchenyi kötetet, el is hoztam, hogy lapozzanak bele, legalább 500 Széchenyi gondolatot válogattam össze, van a Szegedi Lazi kiadónak ez a sorozata, a füveskönyv sorozat, és Széchenyinek ugye híres mondása volt, hogy ne szabadságot adjatok először az embereknek, műveltséget adjatok. Műveltséget adjatok, hogy tudják jól használni a szabadságukat. Erre azt mondja Macaulay, a kortárs angol gondolkodó, na de kedves Széchenyi, hát először műveltséget adjunk. Hát de ki adja a műveltséget? Meg milyen műveltséget? Meg hogyan akarja maga megtanítani úszni az embereket víz nélkül? Csak így a szárazon úgy tempózzanak a levegőben? Ez a történelemnek a nagy ellentmondása, hogy bele kell dobni a vízbe az embert, meg az embertömegeket, sokan fuldokolva kászálódnak ki, műveltséget kell adni a népnek, és utána szabadságot. Az emberi létezés megoldhatatlan, a rossz miatt megoldhatatlan. Ezért, amikor a világra jött Jézus, soha nem hirdetett forradalmat, soha nem hirdette az átkos rendszernek az átalakítását, hanem Pilátus előtt, a hatalom embere előtt mondta ki ezeket a szavakat, ugye János Evangélium a 18. fejezete szerint, én azért születtem, és azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat az én szómra, és az én országom nem e világból való. Az emberi létezés nagy problémája, hogy az embereknek éppen a legalapvetőbb emberi érték, a szabadság értéke körül van a legtöbb félreértésük, tévedésük, bűnük és hibájuk. Ma az embertömegek úgy gondolják, hogy a szabadság az, hogy hadd próbálja ki mindent. A szabadság a rosszra. Jézus egyik tanítványa viszont ezt mondta, minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. De ezt emberek nem tanulják meg. Hozzá se jutnak ehhez, tulajdonképpen ehhez az igazsághoz. Ezért a magyar költészet Petőfi után, aki persze nem csak ezt a két verset áldozta ennek a témának, Európa csendes, újra csendes, beszél a fákkal a bús őszi szél, ezekben a verseiben, meg mondom, ami a második kötet első fejezet, 120 fejezet van ugye a két kötetben, a második kötet első fejezete hat ilyen nagy oldalon keresztül veszi számba a magyar költők szabadságról szóló megnyilatkozásait, és ezek között Petőfi a legnagyobb mind a mai napig. Mert a legátfogóbban, a legszélesebb körülön ő járta körül ezt a témát. Gondoljanak például arra, hogy a magyar költészet egyik legnagyobb rapszódiája az Egy gondolat bánt engemet. Azt mondja I.S. Gyula, hogy tulajdonképpen kevés nagyobb magyar vers van ennél. Sodró lendületben, szóválasztékban, mindenben, mivel fejeződik be ez a vers? Kik értet haltak, szent világszabadság. Petőfi például kitalál egy ilyen szót is, mert addig ilyen szó nem volt, ilyen kifejezés nem volt, hogy világszabadság. Ebben mi van benne, hogy mi nem olyan szabadságért küzdünk, ami nekünk kell, mi olyan szabadságért szeretnénk küzdeni, ami mindenkit megillet, az egész világot megilleti, a világ minden népét megilleti. Olyan magasra teszi a mércét Petőfi, nagyon hálásak lehetünk. Hadd mondjam el, hogy 4 év múlva Petőfi évforduló, én elkezdtem a fölkészülést, és hozok önöknek Petőfi kiadványunkat, az egyik legcsodálatosabb város ebből a szempontból Pápa. Pápán szinte évenként adnak ki, például itt van a kezemben a legújabb kiadás, ugye Petőfi sok mindenre pápán eszmélt föl, és Petőfi pápán címmel önök is hozzájárulhatnak a pápaiaknak a megsegítéséhez, mert alig tudják kiadni, 500 forintért adják, és alig tudják ezeket a kis könyveket kiadni, mert Magyarországon, hiába, hogy Petőfi emelte a legmagasabbra a költészet ázsióját, a költészet árfolyamos nagyon alacsony. De én bízom abban, hogy a tavalyi aranyévforduló után
amely azért hozott szép és jó eredményeket. 4 évünk van a Petőfi évfordulóra, hát hogy a Petőfi évforduló majd fog hozni szép dolgokat, például, mint évtizedekkel ezelőtt ezt a csodálatos 4 kötetes munkát, a Petőfi szótár. Minden Petőfi szót visszakereshetsz és azonosíthatsz. Erre mondta Martinkó András, kedves professzorom, hogy jaj, de ezt Vörös Martiról hogy meg kellene csinálni, hiszen Vörös Martinak nehezebb kifejezései, meg szavai vannak. Petőfi annyira természetes és átetsző, de Petőfire mi áldoztunk 4 ilyen vaskos kötetet, nincs magyar költő, akire áldoztunk volna, nincs problémám. Ha most is fellaboztam a szabadságot, hát ugye a szabadság az nincs szócik, az oldalakon keresztül csak a szabad. Petőfinek a vezérszava volt ez a szabadság, és hogy ne értsük félre Petőfit, volt neki egy másik fő kifejezése is. Mert azt mondta Petőfi, engem félreismernek az emberek, holmi forradalmárnak tartanak, hogy akasszátok fel a királyokat, meg milyen vérengzők, nem. Én úgy gondolom el a jövőt, hogyha itt lesz jobb világ, akkor csak akkor lesz, ha megvesztegethetetlen jellemű emberek lesznek. Így mondja, megvesztegethetetlen jellemű. És olvassák el a Kovács Jánosné emlékkönyvébe Debrecenbe írott versét, jellemtelensége korbélyege. Pedig a jellem, egyedül a jellem az, mi az embert emberré teszi. Máskülönben állatok volnánk. Szabadság és jellem. A szabadság, ha nem az a szabadság, hogy azt teszek, amit akarok, ha nem az a szabadság, hogy kipróbáljam a rosszat, hanem az a szabadság, hogy örömteljen tegyem a jót, akkor az egy igazi jellemhez kell, hogy vezessen. A szabadság itt kivirul. A szabadságot más oldalon legázolják. Magyar költők tanítanak meg erre a gondolkozásra. De már 1887-ben, aki olvassa ezt a gyűjteményt, olvashat Revicki Gyulától egy szabadságról elég nagy verset. Teljes bizonytalanság, teljes zűrzavar. Eltelik a reformkor után 40 év, és valóban már nem tudják az emberek, hogy hogyan kell helyesen és tisztán gondolkodni. Ezért hatalmas dolog, amikor jön a 20. század, és egy magyar költő azt mondja, beírtak engem mindenféle könyvbe, és mindenféle módon számon tartanak. Mi a 20. században az ember, mi a 20. században az emberi szabadság, hogy kartoték adat vagyunk? Emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk míg vágyat érlel, nem kartoték adat. Jöjj el, szabadság, teszülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is engedd, szép, komoly fiadat. Ez már Kosztolányi ikertestvére, mert Kosztolányi és József Attila egy néven említett 2 személyiség, megint csak az első kerület 2 embere. Itt szaladgált ugye József Attila, hogy egy jó leves tehessen Kosztolányéknál, meg Babissa is itt vágta rá az ajtót és egyéb. Na de azért vagyunk itt most az első kerületben, hogy emlékezzünk a szegény kisgyermek panaszaiból, a beírtak engem mindenféle könyvbe, és főleg József Attilának erre a hatalmas versére, levegőt. Mert a szabadság olyan, mint a levegő. Ha nincs levegő, mennyi ideig bírjuk? A gyöngyhalászok itt csak 8-9 percig bírják. Mi 4-5 percig bírjuk levegő nélkül. Most van levegő egyébként? Kérek egy kis levegőt! Kintről levegőt! De kedves hallgatók, most jön a meglepetés. És a meglepetést elhelyeztem a belső oldalon. Ki gondolta volna, hogy Heltai Jenő ilyen nagy verset ír a szabadságról? Önök gondolták volna? Heltai Jenő ugye színpadi szerző, kuplészerző, eléggé felszínes gondolatok megfogalmazója. Sok rosszat el lehet róla mondani, de nemrég hallottam Miskolcon, hogy ezt a versét tanították, de Íj és Gyula neve alatt. Érdekes dolog. De különben van benne valamilyen igazság, mert olyan nagy retorikájú ez a vers. Ez nem mint költemény nagy, de hogyha franciául lenne írva, azt mondanánk, hogy ez olyan, mint egy Victor Hugo, mert akkora nagy versorok, akkora nagy szentenciák fognak elhangozni, hogy szinte beleszédülünk.
1945. május 1-én írta. El tudják képzelni azt az időt? Itt vannak még, látom, idősebbek. 1945. május 1-én mibe hittek a magyarok? Na, azt hagyjuk most. Nézzük Heltai Jenőt. Tudd meg, szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít. Se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet, a látszatot lenézi, meg nem óvja, nincs letagadni, titkolni valója. Hát ajtós túront a házba. Nem? Hát miket mond el itt? De mindenre csak mit mondunk, hogy igen? Hát igen, megint szarva közt a tőgyét találtad el, te városi ember. Nagyon, nagyon megtaláltad, hogy mi a szabadság. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi meg, aki üres jelszókat nem visít, nem áltat, nem ígér, nem hamisít, nem alkuszik meg hű becsületéhez, bátran kimondja, mit gondol, mit érez, nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem az, kinek ki volt és volt-e őse, nem bámult görnyedőn a kutyabőre, s embernek nézi azt is, aki bőre. Sodró retorika, nem? Alig kapunk lélegzetet. De azt mondjuk, hogy nagyon igaz. Tudd meg, szabad csak az, aki ha neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem harangoz. Van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire, nem áll szemébe húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal, vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal, helyét megállja mindig, mindenütt többször cirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle, szabad akar maradni mindörökre. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműen ingyen ajkadra nevet. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, a sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen, ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják. Hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve meghalni tudnak, s élni mernek érte. De nem azért dúlt érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz, s mindazt, miért más robotolt, magad javára letarolt, mert szabadabb szeretnél lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árut, millió kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz, mint a virág, mely dús kelyhét kitárva ráönti illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvéri jusson, minden szegénynek ugyanannyi jusson, míg több jut egynek, másnak kevesebb. Nincs még szabadság, éget még a seb, amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad, te is csak gyávarabb vagy. Kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar költészet másodvonalában is ilyen nagy versek rejlenek el. Ez nem az első vonal, kétségtelen, ez nem egy Arany Petőfi Vörös Marti vonala. De nagyon meg kell becsülnünk az ilyen verseket, mert tessenek megnézni, hogy itt nem csak a politikai, nem csak a társadalmi szabadságról van szó, hanem miket fejez ki, milyen hatalmas dolgokat mond ki, hogy azt mondja, hogy szabad csak az, kit nem rettent a holnap. A sose rab, ki lélekben szabad. A sose rab, ki lélekben szabad. Akkor a szabadság nem attól függ, hogy milyen társadalmi rendszerben élünk. És sokszor mi ezzel? Ja, diktatúra volt, hát akkor mindenki rab volt. Mindenki rab volt. Hát volt itt elég sok diktatúra egyébként, nem csak az elmúlt évtizedekben jegyeztek diktatúrát. Ferenc József diktatúrája az talán kisebb diktatúra volt, mint az utána következő. És akkor mindenki rab volt. A magyar költészet a 20. században jut el odáig, hogy a szabadságnak a társadalmi vetületein kívül, hát így lehetne mondani, a metafizikai szabadságot, hogy azért a legnagyobb szabadság az, hogy én most a jót követem, vagy a rosszat követem. Ha jót követem, és erről van
a szabadságról az egyik legnagyobb magyar vers. Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat. S ha kezem másképp legyintem, a világ más felé halad. Mégis érzem, valaki néz rám, visz, őriz ezer baj között, de nem hagy nyugton, bajt idéz rám, mihelyt gőgömben renyhülök. Ez a valaki talán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős, ős uram. Már gyermekül vermébe ejtett, mint bölcs vadász gyenge vadat, elbocsátott, de nem felejtett. Szabadon sem vagyok szabad. Ez kicsoda. Ez az a magyar költő, aki ha nem lenne, akkor a magyar költészet csak félkarú óriás lenne. Mert ő hozza be a magyar költészetbe az igazi, mélységes, metafizikai gondolkodást. Pilinszky János egyszer azt mondta, hogy a magyar költészet nagyon nagy költészet, a világ legnagyobb költészete, de egy dolog nagyon hiányzik belőle. Mit tetszem gondolni mi? Nagyon nagy költészet, de egy dolog hiányzik belőle. Hogy nem vallomásos költészet. Nem szól sokat az ember belső világáról, mert mi annyira külső dolgokért tanultunk meg loholni és harcolni, hogy minthogyha az embereknek nem lenne belső világuk. Minthogyha belül nem lenne gazdagabb a világ, mint kívül. Kívül gazdagabb a világ, vagy belül gazdagabb a világ? Ja, hát aki azt mondja, hogy belül gazdagabb, az már lemond mindenféle világ átalakításáról, meg világ megjobbításáról, mondják erre sokan. De ez nem egészen így van. Babits Mihály az, aki behozza a magyar költészetbe ezt a mélységesen mély vallomásos jeleget, amit már persze Vörös Marti is kezd szóba hozni, igazában arany tépelődései, gyötrelmei kövezik ki ennek az útját, de aki erre ráteszi a koronát, az Babits. Ki nem akar szenvedni, az kétszer szenved. Szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk még faragni, hogy majdan az ég királya beállítson szobros csarnokába. Ilyeneket idéztem a Jónás könyvéből és a Pszichoanalízis Krisztiánából, Babits előtt nem nagyon írtak le. Babits élve boncolja magát, és akik mellette voltak, mint például Tóth Árpád, Tóth Árpádot nagyon szerette Babits, ugye ismerik a híres anekdotát, hogy megkérdezték Babits, hogy melyik a legnagyobb magyar vers? Szóval Shelley óda a nyugati szélhez, Tóth Árpád fordítása. De ebben nagyon nagy igazság van. Ó, te szél, késhet-e a tavasz, ha már itt a tél? Így végződik a Shelley vers, egy több oldalas nagy vers, és Tóth Árpád bírja szuflával. Szóval, akik mellette voltak, Tóth Árpád, Kosztolányi, Juhász Gyula, Füst Milán, óhatatlanul is átvették ezt Babitstól, mert Babits is egy olyan szint, mint Petőfi, és a szabadság tekintetében is egy ilyen szint. És most engedjék meg, hogy Babitsnak a nem első, másod, harmad nemzedékbeli követőiből hadd idézzek föl egyet, aki a forradalomról a legnagyobb verset írta számomra. Biztos önök számára a legnagyobb vers, mondjuk a Petőfinek a egyik verse a forradalomról, mondjuk, hogy a nemzeti dal, vagy nem tudom én, a rohanunk a forradalomba Aditól, vagy nem is tudom én, milyen verseket tanítottak meg velünk. De hogyha tőlem megkérdeznék, hogy a szabadság, most hogyha nincs szabadság, csináljunk forradalma? Már nagyon, nagyon nehéz az élet, hát akkor valahol ki kell törni, hát akkor most legyen véres, vértelen, mert ugye látjuk, van véres is, vértelen is. Ez a költő más taján. Tessen csak megfigyelni, Babits iskolájából való a költő. Nem árulom el? Találjuk ki. Szíts forradalmat! Támasz zendülést! Ragadj kés fegyvert, ha a szó kevés! Rombolj és gyilkolj!
légy mindenre kész. De önmagadban pusztítson a harc. Önmagad ellen forduljon a kard. Magad rombold le, ha romot akarsz. Volt életedből, ha nem marad kövön kő, megdől penészes falat, s csúf tégláidból egy sem marad, akkor lesz győztes a forradalom. Tiéd akkor lesz ország s hatalom. Eredj hát harcba, s győzzél magadon. Ez kicsoda? Hát igen, 20 évvel ezelőtt jelentettem meg ezt a kis könyvecskémet, ezt a verset főhelyre állítván és elemezvén. És most ismétlem, mert Goethét is megvádolták, hogy miért ismétli annyit a dolgait. És Goethe egyszerűen azt válaszolta, azért, mert a hazugságukat is sokat ismétlik. Hát miért az igazságot nem lehet ismétlen? A hazugságot sokat ismétlik, kénytelen vagyok az igazságot. Sárközi György. Sárközi György, mint Oldott Kéve szerzője, Thomas Mann, József és testvérei tetralógia fordítója, az Athénaeum vezetője, a magyar falukutató mozgalom elindítója, annak ellenére, hogy zsidó származású volt, annak ellenére, hogy agyonverték ott Sopron-Kőhidán, meghalt ugyanúgy, ahogy abban az időben Radnóti, Szerb Antal, Halász Gábor, de sok-sok gyönyörű költeménye közül én ezt az Egy forradalmárhoz című versét őrzöm. Egyszerű, áttetsző, és jelzi azt, hogy kétféle forradalom van, és a lelki szabadság az igazi szabadság. A testi szabadság kivívása, vagy a politikai szabadság kivívása nagy dolog, de soha nem a teljes megoldás. A teljes megoldás az, hogyha az ember lelkileg szabad. Lelkileg pedig mindenkor szabad lehet az ember, ha tisztázza az életben a legfőbb viszonyát, a legfőbb kapcsolódási pontját. József szabad volt, amikor az egyiptomi börtönbe került. Emberi látszat szerint rab volt. Lehoztak két főembert, és József megszólítja őket, miért olyan komormati orcátok? Ez mutatja, hogy milyen szabad ember volt, mert a szorultságában, a rabságában is, továbbra is a másik emberre figyelt, és jót akart tenni vele. Az igazi szabadság az, hogyha az ember meggyőződéssel, lelkesülten jót akar tenni a másik emberrel. És amikor Európába jött a kereszténység, hol is lépett Európa partjaira? Filippiben. 3 ember jött. Pál, Lukács, meg Sílás. Hova jutottak az első keresztények Európába? Rögtön a börtönbe. Filippiben a börtönbe zárták őket. Aztán jött egy földrengés, a börtönőr majdnem az eszét veszítette, hogy most mindenre el fog szaladni, el fog menekülni. Öngyilkossággal foglalkozott. És akkor Pál megnyugtatta, hogy nem fog senki se elmenekülni, megbeszéltük, hogy mindenki itt marad, bár a békók ugye lerázottak, de ők énekeltek, és dicséretet zengtek a legnagyobb rabság idején is. A kereszténységnek és a szabadságnak ez a viszonya. Én írtam egy kis füzetet a szabadságról, annyit kellett tennem, ebben a sorozatban jelent meg, ami 100 forintért mindenkinek a rendelkezésére áll. Csak annyit kellett tennem, hogy 5 biblia verset egymás után tettem, és egy-két oldalon elemeztem. Első biblia vers, minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. Második, az igazság tesz szabadokká titeket. Itt fogom majd folytatni egyébként 4 hét múlva, amikor az igazságról beszélünk, hogy mi az összefüggés a szabadság és az igazság között. Ez Jézus mondata volt.
az igazság tesz szabadokká titeket. Aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, idézem Jakab apostol első fejezetét, mi a szabadság tökéletes törvénye, ami így kezdődik, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgasság házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, se semmi hasonlót azokhoz, melyek fenn az égben, alant a földön, vagy lent a vizekben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vérkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Istennek nevét hiába felnevet, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, hat napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, azon a napon semmit se tégy, se magad, se fiad, se lányod, se szolgáló lányod, se állatod, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon át teremtette az Úr az eget és a földet, de a hetedik napon megnyugodott és megszentelte azt. Ez az első négy parancsolat a szabadság tökéletes törvényéből. Tisztelettel adózom az erdélyi református lelkésznek, aki a második hattal együtt ezt el tudta mondani. A szabadsághoz az is hozzátartozik, hogy tényleg tudjuk, hogy mi a szabadság. Bele tudjunk nézni a szabadság tökéletes törvényébe. A negyedik igehely, a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. Sokan a szabadságot ürügynek tartják arra, hogy mindenféle dolgot megcsinálja. Semmi köze nincs a szabadsághoz. Szeretettel szolgáljatok egymásnak. Kétféle szabadság van, tehát van a hamis szabadság, amikor azt mondjuk, hogy azt teszek, amit akarok, vagy a szabadságot egyenlővé teszem a csak társadalmi szabadsággal, és lelkileg pedig rab vagyok. És van az igazi szabadság, amikor az ember a legfontosabb kapcsolatát tisztázza, és abban a legfontosabb kapcsolatban naponta belenéz a szabadság tökéletes törvényébe. Gondolkodni jól tudsz, gondolkodni nagyon tudsz, jó magyarom. Csuda szép ez, ám de kevés. Tisztán gondolkodni tanulj. És ezt, ha eléred, kortársad vicsorít, ám fiad áldani fog. Ez Vörös Sándor 1944-es üzenete a szabadságról, de ebben a fejezetben megtetszenek találni I. és Gyulának 1942-es versét is a szabadságról. De hát én ugye nem azért vagyok itt, hogy kifárasztom a kedves hallgatóságot. Én a Magyar költők a szabadságról témában ezeket a nagy verseket tudtam önöknek felidézni, és mivel az előadás sorozatunk lényege az, hogy kölcsönösségre és közös gondolkozásra épül, ezért át is adom önöknek a szót, hogy kérdezzenek nyugodtan a szabadságról, hiszen most ünnep van, négy napig van időnk, és egy szabadság megmozdulás, tehát egy forradalom, ha a kérdéseket tudjam egy kicsit beirányítani, mi minden évben elmondom március 15-e meg október 23-a előtt, ne vessenek meg, polgármester se, úr se dühödjön fel, hogy ilyet mondok, hogy rossz a forradalom. Ahol folyik a vér, az nem jó. Vagy önöknek jó? Még a vértelen is rossz. Sőt, egyes nézetek szerint még rosszabb, mint a véres. Nem jó a forradalom. A forradalmat el kellene kerülni. Tetszenek tudni, hogy a Biblia hol nyilvánít véleményt a forradalomban? Dániel könyve 11. fejezetében, hol azt mondja, hogy a te néped erőszakos fiai felkelnek. A makkabeusi felkelésre utal, ugye a zsidóknál egy nagy forradalom volt, ez a makkabeusi lázadás volt időszámításunk előtt a második század közepén. Ez Dániel próféta kb. 3-4 évszázadra előre így jövendölte meg, hogy a te néped erőszakos fiai.
És a másik, hogy Jézus mit is mondott akkor, amikor valaki kihúzta a szabját a kezéből? Még vagdalkozott is vele? Utána meghozott két szabját, hogy itt van? Jézus egyszer azt mondta, hogy tedd vissza hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ragad, az kard által vészel. Az erőszak erőszakot szül. És másodszor, amikor újra Péter hozza a két kardot, Jézus azt mondja, elég. Elég. Valamit nem értesz. Ha valaki ennek a gondolkozásnak a hátterét meg akarja ismerni, Habakuk könyvét ajánlom elolvasásra, Radnóti kedves bibliai könyvelőt, Habakuk könyve. Habakuk könyve második fejezetében van 5 jaj mondás, hogy leírja, hogy a történelmünk azért borzalmas, mert mindig megengednek emberek vagy népcsoportok maguknak erőszakot. És az erőszak sajnos az akció-reakció elve következtében erőszakot szül. És akin erőszakot tettek, a sajnos vissza fogja adni. De ezért mondta Jézus, hogy ne adjátok vissza, hogyha megütnek jobb felől, tartsd oda a bal orszádat is, mert csak aki nem üt vissza, az állíthatja le a vérengzést és az erőszaknak a folyamatát. Az a szabad, aki nem üt vissza. Ismerik Rónai Györgynek a híres regényét, a Párduc és a Gödöjét? 56 napjait, amikor megírja a regényben, bosszút akarnak állni azokon az embereken, akik megnyomorították a népet. És van ott egy keresztény ember, most nem mondom el, hogy melyik felekezethez tartozik, a katolikus Rónai György néven nevezi ott a felekezetet, de nem mondom, mert nem akarok egy felekezetet sem bírálni, sem dicsőíteni. De ott rámutat arra, hogy a keresztény felekezetek közül volt egy, ami azt mondta, hogy ne adjuk vissza. Ne toroljuk meg. Ki volt szabad? Az, aki visszaadta, vagy az, aki tudatosan nem adta vissza? Ma is előjönnek ezek a kérdések békeidőben is. Nemrég Putnokon jártam, elég sújtott vidéke az országunknak, és mondja egy matematika tanárnő, hogy tanítom a tört számokat, kiteszek 100 forintost, 50 forintost, 20 forintost, 10 forintost. De a következő órán a 100 forintos eltűnik. Mondom a gyerekeknek, hogy gyerekek, hát nekem ez eszköz, hát hozzátok vissza, ez nem hozza vissza senki. Mondja még egyszer, hogy a 100 forintost hozza vissza. Nem hozza vissza. Akkor már jönnek a gyerekek, és sugják a tanárnéninek a fülébe, hogy ki az, aki ellopta, mert hát a legszigorúbb hallgatású osztályban itt csak hírek el egy-két nap alatt, hogy ki lopta el azt a 100 forintost. Persze ott nagyon nagy a cigányság arányszáma, és hát cigány gyermek volt. És az 5. nap hozza vissza a kis cigány kislány az a 100 forintost. És a tanárnő, hogy átadja neki, rögtön visszaadja neki. A tantestületben nagy háborúság tör ki, hogy ez nem nevelés, legalább egy intő, vagy valami. Én éppen ott vagyok, tanári továbbképzést tartok. Azt mondják a tanárok, na, itt jön valaki Budapestről, tessék, elmondtuk a történetet, mondja meg, hogy mi a véleménye, osszon igazságot. Megkérdezem a tanárnőt, hogy mi vezette rá erre, hogy visszaadja a pénzt. A tanárnő föláll, és azt mondja, nézze, én keresztény ember vagyok, én imádkoztam azért, hogy ez a gyerek visszaadja. Én tudom, hogy nem mindenki keresztény, és nem mindenki keresztény a tanárok között sem, de én az vagyok, én ezt így gondolom megold, hogy én imádkoztam ezért, és az imádság akkor igazi, hogyha valami megvilágosodást is hoz, nem csak az, hogy én ezt akarom, hanem valami megvilágosodást is hoz, és én közben abban világosodtam meg, hogyha visszahozza, mert hát miért imádkoztam? Nem azért imádkoztam, hogy ne hozza vissza, azért imádkoztam, hogy visszahozza. Hát visszahozza. Ha visszahozza, akkor én adjam vissza neki, mert ha nem adom vissza neki, az 2 héten belül elfelejti. De ha visszaadom neki, égő parazsat gyűjtök a fejére. Ezért én azért adtam vissza neki. Nem, köszönöm szépen, kedves kollégák, én nem hitet akarok terjeszteni, csak szabadságot. Ha valaki ebben nem hisz, az vegye el a 100 forintost, én nem ítélem meg. Ha valaki ebben hisz, hogy
A felnőtt világnak feladat az, hogy az ifjabbakat tanítsa arra, hogy hogyan lehet az életet jól megélni, nem lopással, rablással vagy gyilkossággal, és ő ezért adja vissza, akkor én azt mondom, hogy legyen neki az ő hite szerint, és ez egy valódi, hiteles magatartás. Ő nem szeszélyből adta vissza, nem vaktából, nem altruizmusból, nem emberi érzelemből, hanem meggondolt, megfontolt elhatározásból. Ez a hit. A világirodalomban is nagyon sok hozzáállás van egyébként a forradalomhoz. Flaubert egyik regényében megy a párizsi forradalom, és kivonulnak valóban a hegyekbe, és akkor beszélgetnek egész másról. Petőfi meg tajtékzik, és még Vörös Martinak is nekiront, és azt mondja, hogy nem én téptem le a te homlokodról, magad tépted le a babét, nem jól szavaztál ott a nemzet, engem be se választottak, mert engem ugye kiakolborítottak ott az alföldi magyarok, te be vagy választva, és nem jól. Igen, a költészetnek az a feladata, hogy nyilvánvalóvá tegyen dolgokat, a szabadsággal kapcsolatban nagyon nagy hullámverésű kérdés ez. Ezer kérdés kerül terítékre. Hát adom a szót, talán tetszene kérdezni néhány. Tessék, nem szabad. Hát ez egy latin, ez egy római mondás, hogy quod licet jovi, non licet bovi. Hát kegyetlen mondás, de sajnos az élet ezerszer igazolja, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek, tehát hogy fönt többet megengedhetnek maguknak a vezetők, hogy azt tegyenek, amit akarnak. Ugyanazt már az alsóbb szinten nem tehetik meg, de ennek azért van egy keserves böjtje. Mert nem tudom, hogy végig gondoltuk-e, hogy mennél fölfelé jut valaki a társadalmi ranglétrán, annál súlyosabb megkötözöttségek közé jut. Nem? Pirinszky János, akivel még boldogult ifjúkoromban sokat szoktam beszélgetni, amikor elvégeztem az egyetemet és az akadémiára kerültem, és éppen akkor beszélgettem vele, azt mondja, te most kezdesz dolgozni, azt mondja, vigyázzál. Mert ha nagyon dolgozol és előre akarsz jutni, azt hiszik, hogy igazgató akarsz lenni, és irigyek lesznek rád, és beléd fognak kötni. Ha meg nem úgy dolgozol, ahogy az ő felfogásuk szerint dolgozni kell, akkor meg azért lesz baj. Szóval mindenütt baj lesz, de maradjál meg bakának. Ő is megmarad bakának. Miért akarjak én lenni még csak szakaszvezető is, nem, hogy még százados vagy alezredes? Hát ezer módon meg van kötve a keze. Mi csak úgy gondoljuk, hogy aki fönt van, az milyen szabad. Dehogy szabad. Dehogy szabad. A legszabadabb az, aki ott a fűben bakaként menetel, az legalább tudja, hogy merre. És esetleg még ki is állhat a sorból, hogyha nem akar oda menni. De hát ugye a római kultúra és a római közmondásirodalom nagy kincseket halmozott fel, mert mind a mai napig igaz ez, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek, ezt mi hogy mondjuk? Tanulj, Tino, ökör lesz belőle. Mi szebben mondjuk? Csak súlyosabbat állítunk vele, nem? Mi szebben mondjuk, de súlyosabbat állítunk azzal, hogy tanulj Tino ökörözve. De köszönöm szépen, ez idevágó kérdés. Quod licet jovi, non licet bovi. Tessék, Rancs. Professzor úr, szabadság eflekutatás óvatatlanos madácsot juttatta eszembe. Az egyiptomi szint, a római szint, illetőleg az aténi szint, ahol Hegel filozófia tér is, antitér is, szintér is, tehát ugye a szabadság eszméje már a körülbelül. Igen. Madáccsal azért nem tudok foglalkozni, mert ugye ő egy könyvű író, és az ember tragédiája ugyan alcíme szerint drámai költemény, de nem ilyen költemények, amikkel én foglalkozom. Egy, kettő. Madácsnál ugye az a probléma, hogy Madács teljesen Vörös Marti járszalagján jár. Madácsnak a fő eszméje az, amit különben az ember tragédiában rendkívül ellentmondásosan fejez ki, hogy az emberi élet lényege a küzdés. A küzdés. A cél volt a kép mi is. A cél megszűnte a dicső csatának. A cél halál.
Az élet küzdelem, és az ember célja-e küzdés maga? Ezért nem foglalkozom madárcsal. Mert az ember élet célja nem a küzdés maga. Petőfi nagyon szépen mondta, hogy a cél a boldogság, az eszköz a szabadság. Az emberi életnek a célja a boldogság, nem a küzdés. A küzdéssel, amit egyébként Vörös Marti a gondolatok a könyvtárban, hogy mi dolgunk a világon, küzdeni erőnk szerint a legnemesbe kér. Igen, mondottam ember, küzdj és bízva bizzál, mondja a tragédia végén. Hát előtte már Lucifer sokkal okosabbat mond, meg már Ádám is sokkal okosabbat mond, amikor azt mondja, a cél halál, az élet küzdelem. A cél halál? Az ember célja a küzdés maga? Ez a porosz felfogás, hogy küzdj, de ne tudd miért. Küzdj más javáért. Neve szégyen, neve átok. Ez élet magyar hazát. Ez már Vörös Marti az Országházában. Vörös Marti érezte ennek a feszültségét, Madács nem érezte. Madács eszmeileg ebből a szempontból nagyon gyenge művet írt a tragédiával. Részlet szépségei a csodálatosak a tragédia. Az ember tragédiája ugye Petőfi mellett a legelterjedtebb magyar mű a világon. Részlet szépségei megszámolhatatlanok. De az egésznek a váza rendkívül ingatag. És a szabadság ugye, a másik dolog, ugye tetszett említeni, hogy egyiptomi szín, római szín, stb. Ugye nem tetszenek komolyan gondolni, hogy ő Egyiptomról írt, meg Rómáról írt, meg Aténról írt. Sajnos Madácsot még rosszul is tanítjuk, mert ugye Madács miről írta a tragédiát? A 18. és 19. század uralkodó eszméről, ahogy Ötvös József mondta, a 18. és 19. század felszínre hozott egy sor eszmét, kérdés, problémát, amit sem akkor, sem ma nem tud megoldani az emberiség. Ma a szabadság kérdését meg tudja oldani? 3 évvel ezelőtt Nyugat-Európában szavazásokat, illetve közvéleménykutatásokat tartottak. Föltették a kérdést, szabadság vagy biztonság? Ez most a nagy kérdés egyébként a világban is. Szabadság vagy biztonság? Tetszenek rá emlékezni, mi volt a számarány? 3 évvel ezelőtt már Nyugat-Európa egyébként közmondásosan liberális és szabadság szerető, évszázadok óta szabadság szerető népsége 60%-ban már a biztonságra szavazott. És nem a szabadságra. Márpedig, hogyha az emberek a biztonságra szavaznak, és nem a szabadságra, ott baj van. Ott baj van. És nem csak politikai értelemben van baj, hogy akkor ezek szerint belemennek abba, hogy a szabadságjogokat ott nyírbálják meg, ahol akarják. Mert a szabadságjogok megnyírbálása az soha nem a politikai szabadság. Tehát nem a sajtó megnyírbálása a legnagyobb megnyírbálása a szabadságnak. Ismerik a francia közmondást, hogy ha nem lenne sajtószabadság, nem kellene kitalálni. Ugye Voltaire mondta, hogy ha nincs Isten, ki kellene találni. Egy másik francia aforizmagyáros azt mondja, ha nem lenne sajtószabadság, nem kellene kitalálni. Nagy dolog a sajtószabadság, én nem mondom, de nem a legnagyobb. Nagy dolog a szólásszabadság, de nem a legnagyobb. Mi a legnagyobb szabadság? Nagy dolog a vallásszabadság, de még az se a legnagyobb. Hát akkor mi a legnagyobb? A lelkiismereti szabadság, a gondolkodás szabadsága, az egyéni döntés szabadsága. És ott, ahol Nyugat-Európában a biztonságra szavaztak, ott tulajdonképpen leszavazták a szabadságjogok közül a legmélyebb szabadságjogot, ami a lelkiismereti szabadság. A világ ma önként szavaz a diktatúrára. De hát most nem, ez nem az én feladatom, itt csak úgy jelzem, és a magyar költőknek a megszólalásait, tetszenek látni a Kutyák dala, meg a Farkasok dala, ezt több mint másfél évszázaddal ezelőtt intonálja már ezt a problémát. Hát Madáccsal ezért nem fogok foglalkozni így az áttekintésük során, a gyűjteményemben egyébként néhány szép részletét a tragédiának belevettem. Madács nagyon ellentmondásos valaki. Aranynak igaza volt, hogy az eszmék annyira túltengenek, és nem költőileg kiforrott eszmék, hanem eléggé a filozófia és az ideológia gyártás szintjén megmaradt eszmék, és ezért Madács ebből a szempontból nem Petőfi, mondjuk.
De nagyon jó a kérdés, mert ide való. Tessék, tessék, mást is kérdezni. Tessék. Történelemre visszanézve, volt-e olyan hely és olyan időszak, amikor az emberek nagyobb része egy adott társadalomban szabadnak érezni? Igen, köszönöm szépen. És hol a nagyobb rész boldogsága? Ezt ki kérdezi? Így van. Így van, így van. Vörös Marti, a mi legnagyobb költőnk a kérdezések szempontjából. Ő aztán mente a könyvek által a világ elé. Így kell lenni, vagy ha nem, miért oly időse gyötrelem? Mi a kevés erő vagy az erény? Volt-e olyan időszak, amikor az emberiség, vagy az emberiség egy része, egy kis része legalább egy olyan áhított szabadságban élhetett? Tetszünk tudni, mi a különbség a nagy népek és a kis népek között? A nagy népek fiaikat teszik naggyá. A kis népeket fiait teszik naggyá. Kis népeknél szinte soha nincs szabadság. De azért, mivel mi is kis nép vagyunk, szerintem mi ne Amerikával, vagy ne Franciaországgal, vagy németekkel, vagy oroszokkal hasonlítsuk össze magunkat, hanem a kis népekkel. Amikor én a Tudományos Akadémiára kerültem 78-ban, Sőtér István volt az Irodalomtudományi Intézet igazgatója, és az első intézeti ülés így hangzott, hogy fölállt a Sőtér István, és azt mondta, kedves kollégák, éppen Hollandiába jártam, ugyanolyan kis nép, mint mi vagyunk, és Amsterdam utcáin járunk, elünk, déli verőfény van, benézek az ablakokon, és látom, hogy ég a lámpa. Hát mondom, mi ütött ezekbe a derék hollandusokba? Hát ragyog a napfény, miért égetik a lámpát? Ja, mondták a vendéglátóim, ez egy régi szokásra megy vissza, amikor a spanyolok megszálltak bennünket a 17. században, és a spanyol katonák kijöttek Amsterdam utcáin ugye járni-kelni, akkor a derék hollandusok gyertyát gyújtottak déli verőfényben, és kitették az ablakba. Miért? Hogy a spanyol katonák óhatatlanul nézzenek erre a fura dologra, jusson eszükbe a családjuk, hogy akiket otthon hagytak, vágyakozzanak hazamenni, hagyjanak itt bennünket a csodába. Nem hatalommal, nem erőszakkal, nem fegyverrel, hanem ilyen passzív rezisztencia, amit mi a történelmünkben az 1850-es években próbáltunk ki, meg 60-as években, egy másfél évtized volt ez a passzív rezisztencia, vagy mint amit egy nagy nép az indiaiak mondjuk a Gandhi idején csináltak a sztrájkkal, vagy bármi mással. A dán király mit csinált, amikor Hitler kiadta a zsidó begyűjtési rendeletet? A dán király is kitette a sárga csillagot. Mindenki kitette Dániában a sárga csillagot. Én vietnámiakkal voltam, most mondom a kis népeket, és mondom, hogy milyen boldogok a kis népek, akiket leigáztak, lenyúznak, mint mi is vagyunk. Azt mondja a vietnámi barátom, amikor még a régi rendszerben együtt diákoskodtunk ott a Budaörsi úti kollégiumban, hogy hát, cudar nálunk a világ, tudod, ti az oroszok miatt itt sajnálkoztok, hogy milyen rabság, az oroszok itt vannak már 20-30 éve. Azt mondja, a kínaiak 1-2000 éve nálunk vannak. Hát mi nekünk halunk nincsen, mert a kínai elviszi a halat is. Hallottál már hírekben arról, hogy nekünk még a halat is elviszik a kínaiak, nem? A saját partjaink már nem tudunk halászni. Visszajött a rendszerváltás után ez a kollégám, azt mondja, nálatok sok párt van. Hát akkor megismertetlek az egyik vietnámi közmondással. Elég nekünk egy párt is, csak azt tudjuk elviselni. Tehát volt-e ilyen? Akkor volt mindig, amikor egy nép nem hőzöngött, nem ment bele uszításba, nem fortyogott, hanem dolgozott. Tette a dolgát, és igyekezett a vitorlából a szelet kivenni. Jézus idejében a zsidókat a rómaiak nagyon elnyomták. És micsoda dolgokat csináltak velük, hogy a római katonák málháit mondjuk nem egy, hanem két mérföldre vitették, vagy nem tudom én mit csináltak, hogy megszégyenítették őket. Jézus mit mondott? Hogy szíts forradalmat, támasz zendülést? Azt mondja, ha egy mérföldre vitetik, vidd el két mérföldre. Mi attól kisebbek leszünk? Ez nem gyávaság. Hát egy mérföldön nem lehet olyan jól elbeszélgetni, mint két mérföldön.
nem? Hát attól függ, hogy honnan közelítjük meg a kérdést. Tehát igenis voltak a történelemben olyan időszakok, amikor a szabadságot vagy egy nép magának így biztosította, vagy a vezetői úgy biztosították, mint Periklész, aki bocsánatot kért a tévedéseiért. Tetszettek látni már hatalmat, aki bocsánatot kér a tévedéseiért? Ez olyan nagy dolog a boldogsághoz. Periklész összehívta az embereket, azt mondta, hogy bocsánatot kér a tévedéseiért. Második Józsefről tetszettek hallani? József nádorról esetleg. Múltkor voltam egy ünnepségen a József nádor tiszteletére, és eljött egy Habsburg. Nem tudom, még egy Habsburg, nagy Habsburg volt. Azt mondja, hogy elmondok magamnak, a irodalomtörténész mindenről tudnia kell. Elmondok magának egy történetet, hogy a Steffel jött. Ki az a Steffel? Széchenyi. Széchenyi jött ide a József nádorhoz. Tetszenek tudni, mikor jött a Széchenyi a József nádorhoz? Amikor József nádornak a palotájában bibliakör volt 1846-ban. Hogy volt bibliakör nála? Hát építette a Lánchidat ugye Széchenyi, Angliából hozott munkásokat, és az angol protestánsok hozták a Bibliát, mert ugye Biblia nélkül nincs protestantizmus, és akkor József nádor harmadik felesége ugye evangélikus volt, mint ugye az első ugye pravoszláv, a második ugye református, a harmadik evangélikus volt, Mária Dorottya, és Steffelnek azt mondja, tudja, elmondom, a Steffel, amikor jött a Biblia körre, azt mondja, a családi emlékezet, le kellett ülnie és hallgatnia kellett. Ha van valami hozzászólásod, valami jó, akkor hozzászólhatsz. Na, ilyenkor van boldog időszak, nem? Amikor a nagy emberek hozzászólhatnak és bocsánatot kérhetnek, akkor jó világ van. Volt ilyen. Hát Diogenész lámpással kereste az embereket, lámpással kereszt is keresni, de van, tehát ami létezik, az megvalósítható. Csak rajtunk áll, hogy gyakrabban is meg kell valósítani. Tessék, parancsolj! Ott kér, igen, ott tessék. Ott valaki feltette a kezét, vagy ott tessék. Szeretném a véleményét megkérdezni Vas Albert-tel kapcsolatban, akit szintén kiűztek, és most ugye évfordulója van, hogy igen. A szabadságért és a hazat. Nézze, én viszont a gyűjteményeimben egy nagyon szigorú szabályt foganatosítottam, hogy csak a magyar költészet első és másodvonaláig megyek el. Vas Albert az első és másodvonalban nem található. Tehát én ővele nem tudok foglalkozni. Az én szempontom esztétikai elsősorban. Aki esztétikai szempont szerint az első két vonalban benn van, azzal mindenestül foglalkozom ideológiailag mindenféle szempontból, de aki nincs benne az első két vonalban, azzal nem foglalkozom. Tetszik tudni, ez olyan dolog, hogy amikor még a régi rendszerben gúnyoltak engem, hogy a Bibliával miért foglalkozom, még a 80-as években, akkor azt mondtam, hogy tetszik tudni azért, mert én csak a legjobbal foglalkozom. Mert arra is kevés az időm, nem tudok a harmad, negyed, ötöd vonallal foglalkozni. Lejárt az idő. Ja, biztos, tehát a szabad, tehát szabadságról van. Bocsánat, senki nehogy beteg legyen, hogy itt maradt, tehát szabadság, bárki nyugodtan nem. Tehát én ezért nem, tehát amilyen nem az első és másodvonal, mondtam, hogy például Tóth Árpád, vagy a nem tudom én ki, az csak másodvonal, de azért a magyar költészet első vonalában 20 alkotó van. 20 alkotó, a másodvonalában is van, vagy 30, az már 50. Hát 50 életművel foglalkozni, az már az én lehetőségemért is szétfeszíti, és hát szeretném mindegyiket egy kicsit azért hozzámérni ahhoz is, ami a legnemesebb irodalom, meg a legnemesebb költészet. Tehát ilyen szempontból elnézést kérek, de vannak nagyon tisztességes, tehát én itt csodálva hallgatom mindig a Sinkovics előadásában a Vas Albertnek a kő, a víz alatt kő maradt, stb. De belenéztem egy-két regényébe, meg mindenbe. Én azt tudom mondani, hogy nem tartozik sajnos esztétikailag az első két vonalba, tehát ezért én nem tudok vele foglalkozni. De vannak, akik foglalkoznak vele, valóságos reneszánsza van most, hogy látom a Vas Albertnek. Köszönöm szépen. Tessék, láttam máshol is felröppenő kezet.
a szabadságról. Tessék? Hát ez a kérdés az nem idevaló, de mint mérnök feleséget muszáj megkérdeznem a tanár urat, hogy a robotok világában van-e szabadság egyáltalán. A kis úrnak volt egy nagyszerű előadása, és azt mondta, hogy már elnézést kér, nem akar senkit hát hitében megbántani, de hát majdnem ott tartunk, hogy a robot jólni és áldozni is fog. Hát igen, az biztos, hogy, hogy olyan korban élünk, hogy az emberi élet alapértékeit érik támadások, nem is akármilyenek. A szabadságot is, az igazságot is, a szeretetet is, a boldogságot is, minden alapérték, sőt már az is, hogy ki a férfi, ki a nő. Meg hogy ki az ember egyáltalán. Tehát olyan hihetetlen koncentrált támadás megy, de sokszor megkérdezem az emberektől, hogy mit tetszen gondolni, ez miért van? Miért van ez? De Magyarországon nekem még ennek a könyvnek a válaszával senki nem válaszolt. Tetszenek tudni a jelenések könyve mit mond erre? Valaki tudja, hogy kevés ideje van hátra. Ezért az egész világot el akarja hitetni. Az egész föld kerekségét elhitet. Így van Jelenések könyve a 12. fejezetében. Hát ha halad előre a sorozatunk, akkor nyilván ilyen kérdéseket is föl fogunk vetni. Én most a napi élet szempontjából, hogy tiszteljük más emberek szabadságát. Senkire kényszeríteni ne kényszerítsünk. Se szülő gyerekére, se főnök a beosztottjára. A szabadság az tényleg olyan, mint a levegő. Milyen jó lenne, ha az emberek helyesen használnák fel a szabadságot, és milyen jó lenne az, hogyha az emberek nem kényszeredve tennék a jót sem, mert a jó semmit nem ér, ha kényszeredve, vagy nyögvenyelőse sem teszik. Én most ezekre szerettem volna ráirányítani a figyelmüket, és ezekre a csodálatos nagy versekre, mert egy elbocsátott vad, mondjuk egy Babics elbocsátott vadja, vagy amit ugye nem ismerünk a Sárközinek az Egy forradalmához, ezért ezek a magyar költészetnek a gyöngyszemei. Én ezekre szeretném most. De hogyha haladunk majd előre is, ugye én 120 témát gyűjtöttem össze, és a 120 téma végén, mondjuk az utolsó 20 téma, az történelmi téma. Nem csak a magyar történelmből, hogy az egész világ állapotról is téma, hogy mifelé halad a világ. Meg lesz-e itt valami kívánatos vég, vagy egyáltalán mi? Valami reménység, van valami reménység? Tehát igen, hát... Most ez a második előadás, én nem szeretnék mindent elmondani, mert akkor majd üres széksorok előtt kell. Igen. És már pedig azt mondják, hogy hát szünetet is kell. Kedves hallgatók, egy bejelentéssel tartozom. Én azt mondtam önöknek, hogy tényleg szeretnék olyan sorozatot, hogy önök is részt vegyenek a sorozatban, és várom a jelentkezőket, akik szépen, ihletetten tudnak verseket mondani. Például egy nagypapa bejelentkezett, hogy ő az unokáinak milyen Tompa Mihály. Hát mondom, Tompa Mihály. Tavaly is Tompa évforduló, idén is Tompa évforduló, senki nem beszél Tompa Mihályról. Itt a helye, nem? Itt a helye. Ugye a szünetben a könyvek között szét lehet nézni. Ismét figyelmükbe ajánlom a kisversek költészetét, amit most jelentettem meg, hogy mindenki tanuljon 1, 2, 3, 4 sorosra, 700 vers van ebben. Ebből is lehet válogatni, és mindenkit örömmel üdvözölnék, hogyha valaki egy 5 perc alatt, vagy 10 perc alatt ebből egy szép gyűjteményt előad, mert higgyék el, hogy az ihletetten elmondott verseknek erejük van. Én is azért nem hozok színészt. Súgógépet nem tudok felszerelni. Amit tudok, elmondom, amit nem tudok, azt felolvasom, de örömmel venném, hogyha mennél több hallgató mondana verset, mert nekem a vers hallgatás is ünnep.